Előre. Fogyatékkal élők számára tartanak épp karateedzést. A sportolók fegyelmezetten és örömmel vesznek részt az oktatáson. 2014 óta van lehetőség Szekszárdon a tanulásban, látásban, mozgásban akadályozott és kerekesszékes emberek számára, hogy karateedzéseken vegyenek részt. Rendás Péter edző, karatemester már az egyetemen foglalkozott sérült emberekkel, és amikor 2013-ban egy edzőtáborban megismerkedett a para karate megálmodójával, úgy döntött, hogy ezt a módszert hazahozza és elkezd edzéseket tartani. Az úgynevezett iKarate kifejezetten a sérült emberek számára kialakított edzésmódszer, aminek számos pozitív hatása van a fogyatékkal élők állapotára. Az a legnagyobb gond általában, hogy az értelmi sérülteknél a két agyférteke nem kommunikál rendesen egymással. Vagy abszolút nem, vagy nagyon minimálisan. Viszont itt az, hogy ellentétes kéz-láb mozog, megint egy egyfajta kommunikáció a két agyférteke között, és visszahat. Tehát gyakorlatilag, ahogy megint a kommunikáció, egyre ügyesebbek lesznek, ahogy egyre ügyesebbek, még inkább működik a dolog. Legelején, hát ezt meg kell, hogy említsem a Kesztei Krisztát, aki a legelső bátor vállalkozó volt, hogy hozta az által pártfogott gyerekeket, még 2013 karácsonyán beszéltünk meg vele, és így kezdődött 2014-ben, és akkor így lassan van a Kékmadár Alapítvány, a Csaba itt is van a Kékmadár Alapítványtól, tőlük is egy-egy gyerekbe esik, meg hát ugye Decsen, aki az otthonba bekerül, vagy ott van napközben. A klub mindenkinek lehetőséget biztosít a sportolásra, állapottól függetlenül. A fogyatékkal élők számára kifejlesztett módszerrel folyik az oktatás, a csuklókon elhelyezett kék és piros szalag, illetve a padlóra helyezett speciális szőnyeg is ezt a célt szolgálja. Erről is beszélt Rendás Péter karateedző. A szőnyegek képezik az alapját annak, hogy megtanítsuk őket, mert ugye nagyon nehéz, tehát nagyon nehéz elmondani jobban, azért is van a kezükön piros-kék, mert általában ők nem tudják, hogy melyik a jobban, nem is nem tudják megtanulni. Ugyanígy a lépéseknél is sokkal egyszerűbb, hiába mondom, hogy bal lábbal lép előre, többnek nem fog sikerülni. Így viszont azt mondom, hogy lép mondjuk a fehér szemüveg ikonra. És akkor tudja, hogy kék lábbal, fehér szemüveg ikonra, előre lép. Nem csak Szekszárdon, hanem Decsen a fogyatékkal élők számára fenntartott napköziben is tartanak edzéseket. Vannak olyan tagok, akik már évek óta űzik a sportot, sőt versenyeken is részt vesznek. Általában Budapesten szokott lenni bajnokság, mondjuk a Magyar Karate Szövetség is valamilyen szinten pártfogja ezt az iKaratét, tehát a parakaratét, és a magyar bajnokság keretében is volt már többször versenyünk, és ugyanúgy magyar bajnokot is adtak köztük, úgy mondom. De szokott lenni többféle verseny. Mondjuk a világban nagyon sok helyen tartanak versenyt. Tehát azt mondom, most már oda jutottunk, hogy ilyen 2-3 hetente valahol van verseny. Mi külföldön egy helyen voltunk velük Svédországban. Az edzések célja nem csak az, hogy a fogyatékkal élőknek sportolási lehetőséget biztosítsanak, hanem az állapotjavítás is, hiszen a rendszeres karate edzések hatására fizikailag, intellektuálisan és szociálisan is sokat fejlődnek a parasportolók. Ni san shi ni san shi